Tehát akkor most már jön az a rész, ahol a tátost ugye maga világán belül kezdjük el egy kicsit megismerni, de nagyon sok minden kimarad, és mivel lesz folytatás, majd valószínűleg akkor visszük tovább ezt a témát. Mert látni fogjuk, hogy itt olyan sokrétű ez a tátosságnak a világa, hogy tényleg bele lehet minden gyömöszölni, meg zsúfolni, akár egy órába is, meg fél órába is, de ha körüljárunk egy témát, van rá időnk, akkor érdemes. Mert reményeim szerint tényleg kialakulhat egy olyan kép, ami eddig talán hiányzott, de ugyanakkor pedig nagyon is jelen való volt. És ugyanakkor pedig a mai kép úgy a köztudatban a tátosról, a tátos világról, néha köszönő viszonyban nincsen azzal, amit a tátos, vagy a tátosság, vagy a tátos hagyomány képvisel. Tehát először is, hogy mi a különbség a sámán és a tátos között, nagyon sok azonosság van, és ugyanakkor pedig nagyon sok eltérés. Ilyen az emberi élet, tehát van 8 milliárd ember, nagyon sok mindenben hasonlítanak egymáshoz, és 8 milliárd féleképpen térnek el egymástól. És attól függ, hogy mit akarunk hangsúlyozni. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a magyar hagyományon belül, az ősvallási világképen belül a tátosnak hol a helye, mi a szerepe és mi a rangja, akkor viszont ragaszkodnunk kell ahhoz a tételhez, tényhez, amit a hagyományvilágunk erről mond, és itt azért egy ilyen évszázados adatolási múlttal rendelkezünk. És azt is lehet érzékelni, hogy nagyon szép, összhangzatos, egybe csengésekkel, szólamokkal lehet találkozni. Most egyetlen egy példát fogok idézni, csak hogy lássuk, hogy évszázadokon keresztül, ha történetesen, irodalom történetből indulunk ki, Arany János a Toldiban egyik fejezetében beszél a tátos révülésről, arról, hogy az milyen keretek között megy végbe. Ugyanakkor pedig megjelenik egy balladába is, Betyár ballada, ami tulajdonképpen hősének, ez a Veres Jóskának a balladája, tehát népköltészeten belül, és a következő tétel ugyanerre vonatkoztatva, hogy Diószegi Vilmos 1960-as években való gyűjtése. Tehát most a második résznek így futunk neki, csak úgy érzékeljük azt, hogy itt egy teljesen egységes egyetemes hagyományról van szó, és bizonyos kérdésekben ugyanazt fogjuk meg tapasztalni. Hát itt a Toldinak a negyedik énekében. Nagyon ismert, nagyon híres. Nem véletlen az, hogy ezt gyakorlatilag, ha valaki ősvallással foglalkozott, például egy kereste, Diószegi Vilmos is idézi a könyveibe. Tehát ez tényleg a révülésről, rejtezésről, és ebben a halálszerű állapotban való tudás, tudomány kapásról van szó. És hát így szól az ide vonatkozó tudnivaló. Mondd meg ezt, jó Bence, az édesanyámnak, gyászba borult mostan csillag a fiának. Egykorig nem látja, még nem is hall róla, eltemetik hírit, mintha meghalt volna. Most arra gondolunk, hogy Arany János itt hasonlatokban beszél. Nem, ez a tátos hagyományon belül gyakorlatilag egy valóságos út. Hogy 2-3 napig, amikor kapja a tudását, kapja a képességeknek a megerősítését, felfrissítését, akkor egy ilyen halálszerű állapotban van. És elmondja a hagyomány, hogy sem költeni nem szabad, tehát felébreszteni ilyenkor, sem temetni. Tehát úgy kell hagyni. És Arany János tulajdonképpen erről a jelenségről beszél, és hogyan erősíti meg. De azért nem hal meg csak olyaténképpen, mint midőn az ember elrejtezik mélyen, és mikor fölébred bizonyos időre, csodálatos dolgot hallani felőle. Tehát amikor fölébred viszont, akkor hogy folytatódik? Csodálatos dolgokat hallani felőle. Tehát a tátosság ténylegesen ott kezdődik, ahol a hétköznapi világ a saját életünkben, tehát ahol a saját legjobb képességeinknek a határáig eljutunk, a tátos onnan indul. Ezért van az, hogy a határon van a megtátosodás.
És az, hogy csodálatos dolgok, ezek nem hétköznapi dolgok. Majd éppen elég példát fogunk találni rá. Na nézzük a népköltészetet. Hallottad-e hírét Kis Cserepesnek és Szent Margitának? Szent Margitán lakó Juhász Veres Pálnak és az ő fiának Veres Jóskának, aki a koponyán 7 hajnalig ivott. Na most itt megállnék egy pillanatra, mert tudni kell, hogy ez a hősi énekeknek a továbbélését jelenti a magyar népköltészetben. Ez Végvári József Debrecenben élő nyelvész, és egyetemen ő már elhunyt. Hát egy tanulmányában elemezte, most Pap Gábor egy új kötetében, ami a hősénekekről szól, megint csak elemezte. És az a helyzet, hogy te is tele vagyunk ilyen szövegekkel, amit azért mondok, ilyen hangsúlyozottan, hogy érzékeljük, ezek hozzáférhetőek, publikusak. Egy nép így gondolkodott, tehát nincs olyan, hogy 1000 évvel ezelőtt beletiltva, és azóta nincs. Tehát mi mindig tárgyakban gondolkodunk. Tehát ha történetesen nincs semmiféle hitelt érdemlő dokumentum, hogy Szent István betiltotta a rovásírást, honnan lenne ilyen dokumentum? Mindenki meg van győződve, hogy van. Ráadásul összegyűjtötte a rovásírásos botokat, és eltüzelte. Most képzeljük el, hogy azt a hősöst, azt az írni tudó, rovásírással írni tudó jó ember, aki Szent István botégető parancsára felviszi a botját, mit csinál? Budára. Hazamegyek, csinálok egy újat. Tehát ez nem ilyen stílusú dolog. És ha valamivel foglalkozunk, és mindenki nagyon jól foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, én egyet nem értek. Miért kell mindig Szent Istvánnál kikötni, hogy betiltotta? Semmi adatunk nincs rá. Ráadásul Pomázról királynéi kastély ásatása közben került elő 11. századból rovás írásos királyi gyűrű. Világos? Erre majd ne szórakoztassuk már egymást fölöslegesen. Bonfini leírja, hogy a magyarok még mindig a szkíta, erdélyi magyarok székelyet még mindig a szkíta írást, betűket használják. Mátyás király idejében vagyunk, tehát minden ügyükben. Meg mindenki elmondja, hogy ez már sok van a rovásodon, még a Hortobágyon is, még 50 évvel ezelőtt is tulajdonképpen számokat, jelzéseket, stb. Tényleg rótták, de a rovás is nagyon, nagyon lehet egyszerű, nagyon primitív, nagyon egy dologra vonatkoztatva. És megint egy kitétel például, hogy a hagyomány számon tartja, és például pálos hagyományon belül ennek a kérdéskörnek megvannak a mai kortárs kutatói, de mivel nagyon nehéz kijutni mondjuk Buenos Airesbe, egy levéltárba, hát ezért csak mindig sejtések vannak. De középkorból ismert adat az, hogy van egy olyan írásmód, amit pálos rovásírásnak neveznek. És elnézést, a pálos rend, magyar alapítású, hivatalos, szerzetes rend. Mi kell mi? Azt kellene feltenni kérdésként, hogy azok a források, azok az adatok, amik a 15.-16. századig még garmadával jelentkeznek, hogy vannak, jelen pillanatban hogy nincsenek. Segítek, török idők is vannak, Habsburg évszázadok is vannak, és a török a Habsburggal, hát most már 2026-ra fél ezer esztendőt fog kitenni. Kérdés, mit nem lehet ebben megérteni, de tényleg mit nem lehet megérteni? Nem Szent István gyújtotta fel a székesvérvári királyi könyvtárat. Nem Szent István gyújtotta fel a budai királyi könyvtárat. Világos? Szent Margit magyar nyelven olvassa az evangéliumot. Van magyar nyelvű írásbeliség? Van. Van egy kiváló pálos költő, Csanádi Adalbertnek hívják, és róla írja a sokat emlegetett pálos rend generálisa volt a 16. század
negyedében Gyöngyösi Gergely, hogyha olyan verseket akart írni, vagy olyan verseket írt, amiről azt gondolta, hogy az egész keresztény világnak olvasnia kell, akkor latinul írt. Ha olyan verset írt, amit úgy gondolt, hogy nekünk írja, magyarul írt. Hány magyar nyelvű verse maradt meg Csanádi Adalbertnek? Egyetlen egy se. Világos? Ó magyar Mária síralomtól kezdve halotti beszéden, melyik nép mondhatja el magáról Európában, hogy nyelvi emlékei ilyen sok évszázados múltra mennek vissza? Tehát jelen pillanatban most itt van tényleg az a kérdés, hogy hogyan értelmezzük a kérdést. De van víz a pohárban. És ha én nagyon szomjas vagyok, átmenetileg ennyi víz a szomjamat oltja. Maradt annyi műveltségünk, hogy bármilyen igényt jelen pillanatban, utánajárás, utánagondolás, feltérképezés, összefüggések átlátása vonatkozásában, hát tisztázni lehetne. Na most itt viszont, visszatérve Bonfinire leírja, hogy Erdélyben használják a rovás írást, kevés jellel sok gondolatot tudnak közülni. Ez mit jelent? 15. századi rovásírás nem azonos Erdélyben a ma ismert székely rovásírással. Világos? Mert a mai egy jel, egy hang. Az a rovásírás kevés jellel sok gondolatot lehetett közölni. Ez már szinte a képírás felé vezet el bennünket. Tehát ha valaki összeszámolná az írásbeliségre vonatkozó adatokat, hogy ki mit tiltott be, hogy maradt fenn, hát egy kicsit elgondolkodnánk. Tehát érdemes lenne tényleg számba venni azt, és azért nem hagyják, mert pillanatok alatt kiderülne, nem 1000 éve voltak itt a legnagyobb gondok, hanem így szépen Mohács térségétől kezdve napjainkig, egészen Diószegi Vilmosig, aki naponta találkozik, hát azért túlzás nyilván, de élő, táltos emberekkel, tőlem megkérdezné valaki, hogy ismerek-e táltost? Ismer valaki táltost? Hát az, hogy én azt mondom, hogy az vagyok, az nem azt jelenti, hogy az is vagyok. Én azt gondolom, hogy amit gondolok a táltosról, az lehetnék én is. Na, ettől még nem leszek táltos. Tehát látni fogjuk, hogy a táltos az hol kezdődik. És ennyi tisztességet vagy alázatot, hogy úgy mondjam, tényleg a táltosságnak meg kellene adni. Mert le kell nyelni a pirulát. Vagy annak születik valaki, vagy tanulnia soha nem lehet megtenni. Tehát ez két különböző kategória. És ennek végeredményben örülhetünk, mert ez az a kapott tudás, amiről azt tartja a hagyomány, hogy tehát felülről adott kapott tudás. Tehát mindig lesz valaki, aki megkapja azt a tudást, amire nem csak neki, hanem az egész nemzetnek szükség van. Az más kérdés, hogy egyre kevesebben lesznek olyanok. De jelen pillanatban, Tigris lovaglás keretében egy ember is tudást most ezen az elektronikus számítógépes világon, csak túl sok az adat, túl sok az információ. Tehát ki fogja igaznak vagy hitelesnek gondolni. Tehát tele vagyunk ilyen kétélű fegyverekkel megélt korral, de egyszer már tényleg a javunkra is fordíthatnánk ezerféle dolgot és lehetőséget. Na most nézzük meg, hogy mit jelent itt a koponyán inni, de még visszatérnék, amit jeleztem, hogy annyiféle szó szerint középkori kódexekben is tetten érhető írásbeliség, tehát megint a jelzés. Hogy lehetséges az, hogy van egy olyan hagyomány, hogy pálosok írása, rovás írása? Hogy lehet az, hogy van olyan hagyomány és dokumentált? Bonfini, Mátyás királynak írja a krónikát, Mátyás Erdélyben született. És hozzátesz egy töbletet, kevés jellel sok gondolatot tudnak közölni.
És aztán elmegyünk Erdélybe, Székelydestől Székelydájáig. Székelydájá, mint hogyha a templomnak lenne egy őve, szó szerint. Kívül. Hát nem is tudom, hogy hány tíz vagy száz méter hosszan, körbe van rovás írással írva a templom. Tessék megfejteni. Székelyderzsen hiába van bent a templomban, a diadalív belső oldalán, ami a szentét elválasztja. Székelyderzs a Szent László legenda freskórájáról teljes joggal híres. Van néhány rovásja. Mind a mai napig nem tudja hitelt érdemlően megfejteni senki. Elnézés, ott van. Ott van. Tehát vannak rövid szövegek, vannak hosszú szövegek. Én lakai unitárius templom, festett mennyezet kazettás templom. És gondoljuk végig, ha felírják oda, nem csak ez a szövegrész, amit mondok, van rovással megírva, hanem hosszú szöveg, akkor egyrészt valaki oda tudta írni, és ha én oda nézek lentről, akkor valószínűleg el tudom olvasni. Tehát ott szerepel ez a nagyon híres, sokat idézett tőmondat, egy az Isten. Tehát a dominancia más. Tehát kevesebb, ténylegesen kevesebb, mert nyilván a latin betűs írása való. Tehát ez vitathatatlan, de az nem azt jelenti, hogy nem létezett. És ugyanakkor létezik szinte ma is, de ilyen módon kiszorította ki a közéletből. És elmegyünk az országba, utazunk, és hát egy kiváló rovás írással, itt Forrai Sándor végzett, az utóbbi, hát még az én ifjú koromban, gyerekkoromra tudok visszaemlékezni, tehát fogalom volt az ő neve. És gondoljuk végül nem is látott, és úgy tudta a dolgokat feltárni. Tehát ennek van egy elképesztő kutatás története, és jelen valósága. És ma már alig van település ország szerte, ahol a település nevét rovás. Meg kell újra tanulni. Tehát nem arról van szó, hogy elveszett, arról, hogy megy végig, hány kódig, nyilván vannak hullámzások, és vitathatatlanul sok minden úgy veszett el, hogy lehet, hogy nyomát nem találjuk. De nagyon sok minden nem veszett el, ami nyomot hagyott, és ami nyomot hagyott, az lehet, hogy oda vezet bennünket, aminek jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy nyomát nem találjuk. Tehát nézzük meg, hogy a koponyán mi a helyzet. Na most nem nehéz kitalálni, hogy hogy hívták azt a hegyet, ahol azért valami történik, keresztlefeszítés, Golgota koponyáig. És a koponya az mindenhol koponyát jelent. Az azt jelenti, hogy egy szellemiség jelenik meg. Tehát, aki a koponyán hét hajnalig ivott, hét álló nap táncolt, hát az indiánok naptánca ehhez képest gondolom tudjuk. Megint lemaradtak, meg megint azt hiszük, hogy oda kell felzárkózni. És megint egy gyors kitérő. A prérin nem volt olyan indián, aki nem mondta volna el, hogy nagyon sok mindent, madarakat, növényeket, négylábú állatokat, tehát hatalmas ismeretekre lehet szert tenni, de van egy madár, megközelíthetetlen. Nincs az a varázsló, aki közelükbe tudna férkőzni. Ez a daru. Most nálunk mi a helyzet? Nincs az a pásztor, aki körül darvak ne legeltek volna, mint megszelidített nyájak. Ráadásul őr daru. Tehát bent élt a daru a kerítésen belül, és éberebb volt, mint a házőrző komondor vagy kovasz. Tehát nagyon el vagyunk ám tévedve. Tehát itt egy olyan természetismeret volt a teremtett világ rendjének, tehát az, hogy a darvakkal ilyen kapcsolatban lenni, és Szűcs Sándor leír nem egy esetet, amikor ilyen öreg, elvonult emberek, mert bementek a rengetegbe, a nádasba, és képzeljük el, hogy ez Püspökladánytól, Debrecen térségétől egészen fel a felső Tiszáig át a Hortobágyon, a folyó szabályozás előtt ez egy hatalmas rengeteg volt. Tehát elmondják a kortársak azt, hogy valakinek valami problémája történt,
összeveszett a feleségével, ez elég gyakori eset, de mondjuk a hatóságokkal mi történik? Veszi a kalapját, 30-40 évig el tud tudni. Ma egy napig nem tudunk. Tehát ez jelen pillanatban a világnak a nagy baja, nincs hova menekülni, nincs hova visszahúzódni. Nem lehet elrejtezni jó értelemben sem. Tehát annyira ellenőrzött, kontrollált, felügyelet alatt élő világban élünk, hogy ez a maga nemében páratlan, mert ez nem volt ismert. És például nem volt olyan legény, tehát legényeknek nagyon nagy volt a gondjuk, mert ha nem volt daru toll a süvegükbe, kalapjuk, akkor nem volt az a lány, aki ránézett volna. Tehát ezek az hegyke suhancok, vagy betyárok, vagy fattyúk, most népelmérodalmi ez így szerepel, egy daru tollért tulajdonképpen mindent megadtak. Miért? Ugye ez mit jelzett, én nem tudom, de azért nefe ördaru. Ez azt jelenti, hogy éber vagyok. Mindent látok, mindent tudok. Azért valaki egy nőnek udvarol, nem árt, hogyha ilyen képességek legalább úgy érzékelteti, hogy ugyan nincs, de lehetne adott esetben. Tehát mindenféleképpen, hogy mondani szokták, ez egy nőnek szimpatikus lehet. Ma egy nő nem tudja, hogy mi szimpatikus egy férfiban, egy férfi nem tudja, hogy mi szimpatikus egy nőben, nagy átlagban keresik egymást, úgy tűnik, hogy megtalálták, aztán kitudjuk, hova ezeknek adott. Tehát nagyon sok próbatétel volt, még eljutott oda, hogy ásó, kapa, nagy harang, ezzel csak azt akartam mondani. Erre mondtak azt, hogy madarat lehetett fogadni vele? Hát igen. És volt egy olyan táltosunk, ez a Vén Vicsak nevezetű táltos. Róla mondják a sárréti öregek, hogy bár öreg ember volt már, de a darutól ott volt a süvege mellett. Ezt gondolom tudjuk, hogy mit jelent, 18 éven felüliek. Azért az egy olyan jellegű dolog. A következő. Egyszer csak azt látják, hogy a Vén Vicsak egy fűszfa tetején, egy olyan ágon, ami egy madár alatt is meghajlott volna, ott üldögél, és az ég felé ilyen különleges ritmusokat mond. Következő jelenet, ott van a Tisza, ott van a sárrétnek a hatalmas vízi világa, és nem arról volt szó, hogy valaki a vízen tudott járni. Tehát egy táltos számára az a leghétköznapibb jelenség volt, hogy ha vízen járt, mondjuk a Tiszán át kellett menni az egyik oldalról a másikra, akkor legfeljebb bokájáig lett vizes. De általában száraz lábbal, talakon, vizeken átkeltek. Kit ismerünk, aki vízen járt? És azért ne felejtsük el, az apostolok közül is egyedül Szent Péterben volt akkor a bátorság, hogy megpróbálja. Szeretett tanítvány Szent János meg se kísérelte. És ez nem azt jelenti, itt egy képességről van szó, és a megváltó az megváltó. Tehát nem arról van szó, hogy rangsorolni. De például elmondják, hogy a gúlyát úgy terelték át a vizeken, hogy a szarvasmarhák körme nem lett vizes. Az, hogy valaki átmegy, szóval jó, rendben van, na de a csordát. És a Vén Vicsak a fűszfa tetején, egy olyan ágon, ami egy cinege madár alatt meghajlott volna, ott üldögélt. Következő, hogy úgy megy el mellettük, mintha a forgószél ment volna el. És arra gondolunk, hát ezek ilyen néprajzi, csak néphagyományt tartja, és minél inkább utána nézünk, annál jobban kiderül, hogy ezek valóságos képességek voltak. Mert ezeket a képességeket a hagyomány a világ minden pontján számon tartja, hogy van ilyen. Kérdés, hogy ki tudja gyakorolni. Tehát én is csak addig tudom mondani, hogy átmegyek a vizen, amíg nem jutok oda, hogy át kell menni a vizen. Tehát más az, hogy az ember mondja, és más az, hogy meg is valósítja. Vagy az, hogy levegőben utazni. Nincs olyan indián hagyomány, nincs olyan keleti hagyomány, nincs afrikai kontinens, mindenhol megjelenik. Megint egy egyszerű példa, maga Mátyás király mondja, akiről mondják, Bonfini is leírja, hogy minden mesterséget megbecsült. A mágia tudományát gyakorló
mestereket is megbecsülte. És Bonfini a királyi asztalnál, hát művelt itáliai humanista, tehát egy kicsit megbotránkozik. Hogy lehet ilyeneket? És akkor Mátyás azt mondja, amikor én mondja, Prágában fogoly voltam, az édesanyám talált egy olyan embert, aki a levelet 6 óra alatt elvitte Prágába, és ugyanannyi idő alatt visszahozta Vajdahunyad várába. Na most gondoljuk végig, Arany János, amikor a holló kopog, mi kopog, ki kopog. Tehát Mátyás nem azt mondta, hogy betanított postamadár volt a postás, hanem talált egy olyan embert. Sokan ördöngös mesterséget gyanítottak. Tehát vannak rendkívüli képességek. Pió atyáról mondják el, hogy egyszerre úgymond több helyen tudott jelen lenni. Próbálja ki valaki. És a holtteste mind a mai napig elfelejtett felbomlani. Tehát szokjunk hozzá, hogy bennünket már úgy racionalizálnak bölcsőtől koporsóig, hogy már lassan azt sem fogjuk fel, hogy mit jelent embernek lenni. Ezek nem jellemző képességek, tehát nem azt mondom, hogy mindenki birtokolt, de bizony vannak ilyenek, hogy hol, ki, mikor lát ilyet, vagy hogy tapasztal, az megint kérdéses, én nem merek itt mondatokat mondani. Lényeg az, hogy arra tudunk hagyatkozni, amit mondanak. Mert hogyha nem lennének ilyenek, akkor az emberiség több ezer éven keresztül nem tartaná számon, hogy ott a példa. Tudom, hogy ezeket könnyű hiteltelenül lejáratni, de úgy, hogy ma egy sláger eltűnik egy perc után, itt azért nem slágerekről van szó, meg felkapott reklámszerű dolgokról, hanem az emberiség közös tapasztalata. Vannak lehetőségek. De már a dolog túl is van tárgyalva, és erről a Vicsak nevezetű tártosról például, hát egész legendáriumokat tartanak számon. És akkor jön a következő tétel, hogy kiderül, hogy úgy ismerünk táltosokat, tehát név szerint nem csak Táltos Kelemen Dénes, nem csak Gali Bálint, most mondok neveket, hanem egyszer valaki összegyűjteni csak a fellelhető hagyományból. Kiderülne, hogy egy telefonkönyv az egy ilyen karcsú kis, nem tudom micsoda ahhoz képest, hogy hány számon tartott ilyen képességű embert ismerünk a múltban. De egyszerűbb azt mondani, hogy hát ilyen már 1000 éve, ez már elveszett. Nem tud elveszni, miért nem tud elveszni? Mert születik. Itt az a kérdés, hogy ki és milyen képességekkel születik a napvilágra jön. Tehát 7 állónak táncolt, 7 bárányt megevett, 1 álló hétig rejtőzött, aludott. Ettől az ereje 7 emberre rúgott, 7 emberre rúgott altában ereje, 77-re, mikor rejte kibül, tehát ez a rejtezés, tehát egy kifelé egy ilyen halálszerű, tetszhalálszerű, ezért mondják rejtezésnek. Miért? Mert az élet tünetek elrejtőznek. Elmondják azt is, hogy ilyenkor 2 helyen lehet keresni azt, hogy élő vagy tényleg meghalt. Mert az is előfordul, hogy valaki meghalt. Ugye ez egy ilyen beavatási állam. A szíve körül, mert kihűl a test általában. Ha a szíve körül van egy kis melegség, akkor tényleg elrejtezett. És van egy, még egy nagyon érdekes hely, a feje teteje. Na most az egyik a szívcsakra, a másik pedig a koronacsakra. Tehát az összes élet erő, ami a fizikai szervezetet is, testet működteti, az 2 ilyen központba vonul vissza. És ahogy visszavonul, a szó szerint az azt jelenti, mint amikor népmeségben a táltos paripa parazsat eszik, tehát egy energiával töltekezik, történik egy átváltozás, és a lelke máshol van. Távoli világokban van. És akár egy hétig is eltarthat, ezt ilyen huzamos alvásnak nevezik, ilyen halálszerű.
alvásnak. És hát gondolom észrevettük, hogy eltemetik hírén, mintha meghalt volna, de nem hal meg. Tehát amit Arany János leír, ő szó szerint az élő eleven hagyományt viszi bele magas költészet szintjén a toldi történetbe. És megjelenik a népköltészetben is. És megjelenik a néphagyományban is. Most jó helyen ezt neveznék egyetemes hagyománynak. Tehát ez azt jelenti, hogy a nép élet minden területét, a magasnak nevezett kultúrát, a hétköznapi hagyományt teljes egészében áthatja. Tehát ez minden létezik. Na de létezik az is, hogy csak felolvasom. Ettől az ereje hét emberre rúgott altában ereje, 77-re, mikor rejtekéből ébredt, hét szív bátorsága az mind az övé volt, élő Veres Jóska aludt, mint a megholt. Na most, csalló közigyűjtés. Aludt 5-6 napig, egy hétig is aludt, akkor felébredt, tudománya lett neki. Az álmában szerezte meg tudományát, a test aludt, de a lelke az másút járt. Túlvilágon is, fönt is, lent is, mindenfelé meg tudott jelenni. A test olyan volt, mintha halott lett volna, de olyan fekete lett, mert vér borította be. Most Diószegény leírja, hát ő nagyon finoman, de ez egy szenvedés történettel jár együtt. És tényleg a sámánizmusban is létezik az, hogy a beavatás az egy feldarabolással jár. Miért? Mert keresik a fős csontot, a töbletet. Egy végső alkalmassági próba. És idéznek a néprajzkutatók olyan adatokat, szólásmondás, hogy úgy alszik valaki, mintha feldarabolták volna. Most népmesénk tel is tele vannak ezzel, a hőst feldarabolja, miszlik bedarabolja, és amikor utána feltámad, nem azon a szinten támad fel, amilyen szinten meghalt, hanem hétszer teszebb, erősebb és igazabb. Tehát ez szó szerint egy beavatási út. Nem, most nemes egyszerűséggel így kell ezt elfogalmazni. Na de akkor induljunk el megint a kezdetektől. Tehát mi az, ami jellemzi a táltost, mi az, ami most népszerűvé tett sámán világot, és hogy a sámán világ becsületét megadjuk. Említettem Latinovics Zoltánt, aki hát az írásos műveiben mindig úgy határozza meg a színészet mesterségét, hogy a sámán hivatás. És tényleg nincs olyan néprajz, Diószegi Vilmos is elmondja, hogy gyakorlatilag egy sámán szertartás, hát nincs az a színházi produkció, ami azt felülmúlná. Miért? Mert egy sámán az egy közösség, tehát most még nem közönség a mai értelme, a közösség előtt hajtja végre a szertartást. És Diószegi Vilmos is részt vett olyanon, és hát tulajdonképpen lehet, hogy a fiatalkori, mert ő nagyon fiatal, viszonylag fiatalon halt meg, ha jól emlékszem, még az 50. életévét is sem érte meg, és most köztünk mondva mondom, hogy állítólag, tehát van ilyen hagyomány. Tehát ezt ellenőrizni nyilván nagyon nehéz, de nagyon elterjedt. És én olyan emberektől hallottam, akik őt ismerték személyesen, hogy amikor ott járt és sámánokkal találkozott, hát volt olyan sámán, ez tény, ezt ő is leírja, az egyik sámán a fiává fogadta őt. Ugyanakkor pedig volt olyan sámán is, aki annyira nem szimpatizált vele. És volt olyan is, hogy a sámanizálás, ahogy a nemzetközi műszó ezt mondatja ilyenkor, ettől el volt tanácsolva. És állítólag valamilyen szinten mégis kicsit közelebbről ismerkedett meg ezzel a hagyománnyal. Minden esetre olyan betegségben halt meg, viharos gyorsasággal, hogy mind a mai napig igazából orvosi szinten nem nagyon lehet kategorizálni. Tehát ez már a köréje épülő hagyományvilág, amit hangsúlyozom, lehet, hogy az özvegye vagy valaki azonnal cáfolna, most nem erről van szó. De létezik egy ilyen hagyományvilág. És ez pont rá, hogy úgy mondjam, vonatkozik. Ő viszont figyelmeztet valamire.
a tudás megkapása mondjuk sámánizmuson belül nem egyszer azzal jár, ez tényleg így van, hogy véres verejtékben, mintha meg lenne halva, úgy fekszik a jelölt, a beavaton. Most ismerjük ez a vér való izzadás szenvedésen keresztül, és van ennek még egy külön jelentősége, hát az, hogy a Gecsemánéket olajfák hegye. Hát, tulajdonképpen a halállal az emberfia, Isten ember, mert Jézus Krisztus, neki van egy emberi természete is. Igazából hol fogadja el azt a sorsot? És bizony megszenvedi. Mert úgy imádkozni, hogy közben a legjobb tanítványok elalszanak, majd újra felébreszti őket, hogy nem tudtok egy kicsit se vigyázni. És végül, amikor harmadszor is megtörténik, már hagyja is őket aludni, és érezni azt a szomorúságot. Ennyi sem megy nektek. Hát most lehetünk rajta, tehát nem, tehát úgy ítéljük meg, csak érzékeljük, hogy van egy olyan nagyságrend, amit a legjobb tanítványok sem tudnak az úton követni. Miért? Mert ez nem az a szint, hogy imádkozunk az Atyához, és vagy meghallgat. Vért izzad. És mit kér? Atyám, ha lehet, múljon el tőlem ez a pohár. Szó nincs arról, hogy neki a keresztfán szükségeltetik az, hogy meghalljon. Hát bár olyan lenne az a közeg, az a világ, hogy ezt az áldozatot ne kelljen felmutatni. És végül mit mond? Legyen meg a te akaratod. Tehát kész. Tehát ha egyszerűen akar az ember fogalmazni, úgy tűnik, hogy a halállal való ilyen szembesülés az nem a keresztfán történt, hanem bizony ott. És az, hogy milyen tudást kap valaki most visszatérve, kiderül el feldarabolás beavatási hagyományon keresztül, és népesünk tele vannak ezzel a képzetkörrel. Hogy bizony ez egy szenvedés is. És például volt olyan sámán kutató, ezt Pap Gábor idézi, hogy végeredményben sámán hitű népeknél ki van mutatva. Ez megint a 10-20. Század elejének való gyűjtése. Azt hiszem a Jakut nép körében. Mi van egy Kresztesz vagy Krestos nevezetű, hát ez kinek a nevére rímel rá? Hát bizony ezeket így figyelembe van. Ez nem azt jelenti, hogy itt úgy kell párhuzamot vonni, hogy egyenlőség jele. De egy biztos, ha vannak hiteles szellemi utak, akkor azok minden korban, minden megélésben hasonló tüneteket fognak mutatni. És ez bizony jelen van. Bosnyák Sándor, néprajzkutató, 1980-as években egyik ilyen néprajzi közlemények gyűjteményében közé tette, hogy van egy égi táltos. Tehát erdélyi gyűjtésekre hivatkozik, égi táltos. És szerencsére Bosnyák Sándor megkérdezte ott a pásztor tűznél, lehet, hogy megint kicsit regényesítem a történetet, de ez a lényeg. Ki ez az égi tátos? Hát ilyenkor egy székely atya, aki mit mond? Hát magik nem tudják. Hát Jézus. Jézus. No, tehát ennyit bevezetőként úgymond, és akkor rátérünk a tárgyalásra, a kifejtésre. Tovább lépése. Tehát lényeg az, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a sámánon belül, sámán világon belül van közvetítő. Eleve használ valamilyen eszközt, tehát dobot. Ami hangsúlyozom, tehát mindenkinek figyelmét felhívom arra, hogy biztos, hogy van ilyen az interneten hozzáférhető. Vannak hiteles sámán szertartásokról dokument, de archív felvétel. Na most tényleg megnézi valaki azt, hogy egy sámán, vagy egy kám, vagy egy bő a dobbal mit művel, hogy mozog. Hát én, aki nézem, már extatikus állapotban jutok. És visszatérve Diószegi Vilmosra, nem egy szertartáson vett részt. És a következőt mondja, bemennek a sátorba, vagy zárt térbe, ez legyen egy sátor, és azt mondja, hogy elkezdi, eleve ott van a sámánnak a segédje. Most táltosnak nincs segédje.
És van egy olyan pillanat, amikor a segéd veszi át a dobot. Miért? Mert amikor révül a sámán, tulajdonképpen a dobnak a ritmusa, a hang, azaz a köldög zsinór, ami nem engedi őt elszakadni ettől a világtól. De ha a segéd túl gyorsan veri, túl lassan veri, más ritmust alkalmaz, akkor nem tud visszajönni a sámán lelke a testébe, és meghal révülés közben. Tehát, hogy érthető legyen, ezek nem bűvész produkciók, vagy színészi jó beleélős mutatványok. És elmondja azt, hogy olyan magasságba, tehát azt mondja Diósze, és újrajelzem, kommunista évtizedek alatt vagyunk, ateista, materialista ideológia. Gondoljuk végig. És a magyar nyelven is, angol nyelven is, német nyelven is publikált tanulmányokat. És képzeljük el, ezekben az időkben bárhol oroszul is olvashatják a műveit. Hogy hirtelen szökken egyet olyan magasságra fel, mint itt a mennyezet. És azt mondja a Diószeg, egyszerűen nem tudom, hogy került oda. Hogy került oda? Tehát hirtelen mi történik? Anyagtalanná válik a fizikai test, tehát szó szerint átlényegül. Majd azt mondja, hogy hangokat lehet hallani, mintha madarak, madárszárnyak rebdesését lehet hallani. Sőt, azt mondja, hogy nyájas olvasótól elnézést kér, biztos ez csak az ő érzékszerveinek a csalódása, mintha az egész sátor megemelkedett volna. Nota bene, Szent István legendája, mit ír. Miközben imádkozik, Szent István bent a sátorban, hadjárat alkalmával, kint állnak, mit látnak. Sátor felemelkedett a levegőbe. És ugyanekkor Szent István mit vesz észre, miközben ilyen révült állapotban van, keleti irányból a besenyők betöréssel fenyegetik az országot. Tehát hadjárat, a rabolatban. Na, ilyen egy szakrális király. Tehát még nem jön a támadás, ő már révülés útján tájékozódik. Tehát tetszik, nem tetszik, még ő is rendelkezik ilyen képességekkel és számontartással. És hát Diószegi Vilmosra visszatérve, tulajdonképpen ezer ilyen jelenséget ír le. És végül kiderül, hogy szó nincs arról, néha vannak olyan mondatok, ahol próbálja kifelé jel, de én tudós vagyok. Na de ezt éltem át. Nem tehetek róla. Most ezt hogyan kell értelmezni? Olyan magasra, egy helyből, és egy kicsit lebegve, azt mondja, nem én, ő mondja, próbálja meg valaki. Mondjuk akár 10-20 éven keresztül gyakorolva. És hangsúlyozom, amikor a sámán kezében van a dob, hát tényleg, mintha egy égi testet látna az ember. Tehát az a könnyedség, az az elegancia, az a virtuóz egybeforradás. Tehát nem is dob van és sámán külön, hanem tényleg miért? Emlékezzünk vissza, miből készül a dob. Hát tényleg megjelenik az, amiből készül. Ott tényleg megjelenik az úgynevezett segítő szellem. Na most viszont mi a helyzet a táltos világon belül? Eleve a sámánizmuson belül tudni kell azt, hogy ez egy olyan társadalmi fokozatot jelent, ahol mondjuk egy közösség áll pár száz emberből. Azért ne felejtsük el, magyar nép, amióta híradásunk van róla, mindig egy hierarchikusan felépítette, nem egy kis törzsről van szó. Tehát itt már, ahogy Ipoly is írja, komoly papi hierarchia van. Tehát nem merül ki a papi hivatás abban, hogy bizonyos egészségügyi vagy életaktuális problémáit, feladatait, ősökkel való kapcsolattartás, állatok, elkoborolt állatok megtalálása, halott lelkének a túlvilágra. Hát azért gondolom érzékeljük, ez se elé. Azért ez nem egyszerű dolgok ezek. De ez rutinszerűen beletartozott a életébe. És mindig ott van egy külsődleges jelzés. Vagy a dob, mint eszköz, vagy a segítő. Na most a táltos esetében a definíció közvetlen kapcsolata világteremtő erővel.
Tehát ez mit jelent? Én ismertem egy olyan embert, és akkor döbbentem rá arra, hogy ez tényleg létezik. Hát most egy ilyen személyes vallomás veszi kezdetét. Népmese előadások voltak a MOM művelődési házban. És egyszer csak körülbelül ekkora termet képzeljünk el, és itt elől mondjuk ennyi üres szék van, körülbelül pont ugyanez a ez. Nyílik az ajtó, bejön egy fehér hajú, fehér szakállú, fehér bajuszos öreg ember. Ekkora két nagy szatyorral a kezében, madzaggal megkötött, nadrággal, és leül az első sorban. Elővesz egy kis jegyzet, füzetet és egy ágyszeruzát. Nem tudom, hogy ismerjük ezt az és látom, hogy ő aztán jegyzetel, jegyzetel, majd eltűnik. Aztán annyiszor tűnt fel, hogy végül is odajött, bemutatkozott. Kiderült, hogy ő kertészmérnök. És például Gödöllőn a napórát annak idején, vagy virágórát ő készítette el. És következőt mondta. Ő járja a Kárpát-medencét évtizedek óta. Ja, bocsánat, gumicsizma volt a lábam, még ugye a képhez, úgy képzeljük el ezt a megjelenést. Hát onnantól kezdve hiába volt népmese ellenzés, senki nem arra figyelt, majd csak kiderül, hát ilyet az ember nem napát. És lényeg az, hogy elmondja, hogy járja a Kárpát-medencét, és képzeljük, akkor elmenni. Hát az akkor is olyan nehéz volt, mint most mondjuk, mint Kárpátaljára. Vagy Erdélybe, főleg akkor. Kárpátalja, Erdély, ezek szinte lehetetlen, megközelíthetetlen helyek voltak. És mindenhol elültet egy kis facsemetét. Jó, így kezdődött, azért azt mondja az ember, ez igen, ez igen. És kiderült, hogy akkor, ez volt ugye 2000 körül, hogy ő fáradhatatlanul, pedig akkor már vagy 80 éves volt, ő ugyanúgy végzi ezt a feladatot, ezt a missziót, ezt a küldetést. Aztán minél jobban megismerkedtünk, annál több dolgot mondott el. Azt mondja, hogy hát én beszéltem veled éjszaka. Velem? Mondja, álomban. És azt mondja, nem így néztél ki. Mondom, hogy? Szóval egy kicsit úgy megkönnyebbültem, sokkal jobban. Tehát az embernek van egy olyan párbeszédes jobbik élmény, ami vállalható ilyen közegben. És akkor ebből elindult egy beszélgetés, és mondja, hogy ő megy az utcán, és találkozik Kölcsei Ferenccel, és beszélget vele. Akkor megy Váradra vonaton, és mondja, hogy ott ül Szent Erzsébe, beszélget vele. És közben bejön a kalauz, kéri tőle a jegyet, ő odaadja a jegyet, és közben Szent Erzsébettel beszélget. Na most egyszerre van itt, és egyszerre van ott. Pontosabban egy világ, ami nekünk nagyon ott van, számára nagyon itt van. És semmi eszköz nincs. Tehát nem arról van szó, hogy most nagyon rá kellett gyúrnom, el kellett gondolkodnom, vagy a vonat ritmusára ráhangolódva azért mégiscsak valami közvetlen kapcsolat. És ez nyilván nem közvetlenül a teremtővel, de be kellett látni, hogy a betyár mindenit neki. Mi nagyon sok mindent nem tudunk arról a világról, ahol rendkívüli képességű rendelkező emberek, tehát nem étköznapi képességű, naponta megfordulnak. Csontvári Koszka Tivadar, és nem fogom felolvasni, mert direkt mellőztem, hogy annyi felolvasni valót nem hozok. Lényeg az, hogy mit ír. Azt mondja, hogy minden nap átkelek a mesteremmel a túli világba. Minden nap átkelek. Most ugyanez a jelenség. Ez Papp Gábor részletesen szokta tárgyalni festmények Csontvári írásainak elemzésénél is. Csontvári beszél ez erről. Közvetlen kapcsolat a világteremtő erővel. Tehát neki a festőecset legfeljebb, és a vászon, mondjuk ha a festőecset a dobberő, akkor a vászon a dobnak a felszíne. Tehát ott sincs ez a, hogy mondjam, szertartás közben, hanem van egy direkt kapcsolat. A másik, amelyik mindegyikre jellemző, az, hogy a nemzettudatnak a
fenntartása, de most a táltosra visszatérve. Kozmikus környezetünket figyelembe véve ez a közvetlen kapcsolat mit jelent? Mert majd látni fogjuk, hogy ez kiiktathatatlan. Mert ha van valami, ami nagyon jellemző, hogy mit eszik a táltos, mit kér ott, ahova ő megérkezik, akkor mindig egy szó hangzik el, ez egy italféleség. Tejet kér. Na most milyen úton jön, hogyha tejet kér? Tejet. Tehát a táltos közvetlen kozmikus környezete, az tulajdonképpen maga a galaxis, maga a tejút rendszer. És azért ne felejtsük el a tejutat lelkek útjának, Isten útjának, mennyég útjának nevet, tehát azon járni lehet. Oda-vissza meg lehet tenni az utat. Akkor a nemzettudatnak a fenntartása, ez megint csak vitathatatlan, ezt már tárgyaltuk, és akkor nézzük nagyon gyorsan, csokorba gyűjtve, hogy mi az, ami vigasz számunkra, és mi a lényeges. A lényeges tehát az is vigasz is, hogy szó nem lehet arról, hogy valaki iskolázottságra szükség van. Mert táltos képességgel születik valaki, az történetesen lehet egy iskolázott ember is, de lehet élete végéig tulajdonképpen látszólag egy írni-olvasni nem tudó parasztember vagy pásztorember. A lényeg az, hogy van-e az a rendkívüli képesség, vagy nincsen. És például a magyar irodalomtörténet, vagy a magyar kultúrvilágnak az élete, hát egymás után dobja ki a rendkívüli képességekkel, csak a költészet területén. Hát Petőfiről mit lehet mondani? Volt több lecsontja. Nem csak farkasfoga volt, hogy véletlenül oda nőtt neki, de fogtorlódás révén. Az egész csontozata tele van csontkinövésekkel. Milyen ő maga mondja magáról, mint garabonciás diák járom az országot. Garabonciás. Akkor József Attila. Tehát van egy olyan is, hogy aki táltosként születik, tehát nagyon sok ismérőve van. És van, amit nagyon könnyen észreveszünk, van, ami fölött elsiklünk. De mindig említik azt, hogy rendkívül nagy súllyal születik. József Attila. Lásd, 5,5 kilósnak szült anyám. Nézzük meg a kis József Attilát, olyan, mint egy izomgolyó. Nézzük meg a felnőttet. Tehát hatalmas súllyal való születés. Tehát viszonylag. Tehát mindig hozzá kell. És az ő költészete mi? Hatalmas. Hát gondoljuk, olyan tisztán tud megfogalmazni dolgokat, olyan egyszerűen, olyan zeneien, olyan dallamosan. Tehát ott nem olyan, mint a garabonciás, hogy csapongok, rendkívüli erők birtokában. Tehát a költészetben ez a táltosi válteszi képesség, ez működött. Vég nélkül lehetne egyébként a példákat hozni. Na most nézzük a irodalmat. Több évszázados szórásban. Hát akiktől idézek, elsősorban Diószegi Vilmos. Tehát a Sámánit emlékei a Magyar Népi Műveltségben. Tehát egy könyvből is ki lehet jelzetelni ezeket az adatokat. A táltos Isten akaratából születik, hogy segítsen a szegény emberen. Tehát már így indul. Tehát amikor táltosról szó van, egy valaki jelenik még meg. Az Isten. Így kezdődik. Következő. A táltos az Istentől van, hogy tud mindenfélét, onnan kapja a tudományát. A táltos Istentől kapja a tudományát, az Isten úgy adja ő. És megint gondoljuk, hogy 50-es években, 60-as években valaki ilyen gyűjtéseket végez, és ráadásul megjelenik akadémia által kiadott kötetben. Tehát vannak érdekes dolgok a művelődés történeten belül. Tudománya Isten rendelése, Istentől kapják a tudományt. Az Isten őtet úgy teremtette, az Isten úgy adja őt. Most ugrok egyet, 1711-ben. Egy jegyzőkönyv. Az Isten őtet bölcsen teremtette. Gondolom észrevesszük. 300, több mint 300 év, vagy 3 évszázad, és ugyanazt mondja a lejegyzett szöveg. Akkor ez nem hagyomány véletlen? Akkor mi a kérdés?
Miért kell ezt oldozgatni, foltozgatni? Miért kell kitalálni mesterséges dolgokat, amik nem történtek meg? Tehát ez valami hihetetlen, hogy úgy mondjam, indítás, hogy nincs közvetítő, angyal sincs. Tehát nincs olyan, hogy egy angyal a közvetítő és viszi az üzenetet. Színről színre. Közvetlen a kapcsolat a világteremtő erővel és magával a teremtővel. 1711, tehát az Isten őt bölcsen teremtette, aztán Balázsi Erzsébet, debreceni illetésségű táltosper. 1725. Az Isten az anyja méhében úgy formálja. És lehet érzékelni, hogy szépen így megyünk. Előélet, fogantatás, édesanyja méhében megszületik, végig ki az, aki ott van. Tehát nem édesapát említik, nem édesanyját említik, nem a rokonokat, mindig a Istennél kötünk ki. Aztán, a táltosnak születni kell, a táltosnak vele született a tudománya. A táltos gyerek, amint megszületik, táltos. Ezek különböző idézetek. De gondolom eléggé összhangzatos, és nem akarok én holnap estig itt felolvasó estet tartani. Gondolom, ha ennyi nem meggyőző, akkor mi lesz az? Tehát egy egészen más típusú kapcsolat, ami a mai vallási életből is hiányzik. Miért? Mert az én közvetítőm a pap, aki misézik történetesen. Vagy ezerféleképpen. Tehát itt közvetlen a kapcsolat. Tehát, olvasom tovább. A táltos pedig úgy születik azzá, maga sem tehet róla. Már a planéta, amelyben született, hozza azt magával. Na hát itt már azért ezoterikus vizekre hajózunk a égi vizeken. Tehát ez mit jelent? Jövünk ám lefelé, leszületés. És mit jelent? Azt, ami minden népi hagyomány változatban megjelenik, amikor Jézus Krisztus és Szent Péter szegény ember képében itt járnak a Földön. És szállást keresnek. Hát amíg Jézus Krisztus itt jár közöttünk, addig jó. Miért? Mert nem egyszer élő történelmi alak, és minden egyszeri történelmi eseményi akarnak jönni. Ő akkor meghalt, azóta nincs, de támadt egy ilyen kegyes hagyomány, és hogy örülünk neki. Nem, ennél sokkal többről van szó. Itt jár. És hát a szegény embernél bebocsájtást kérnek, de mondja a szegény ember, hogy hát nincs az a baj, hogy nagyon szegények, ráadásul pont most szül az asszony. Most mit lehet tenni? De azért ők bemennének. Bemennek, vajódás kellős közepette, és gondolom inkognitóban Jézus mondja, hogy Péter, menj ki, nézd meg, milyen az ég volt. Kimegy Péter, azt mondja, hát felhők borítják az eget. És akkor mit mond Jézus? Akkor még nem születhet meg a gyerek. Na de a nő a szenved. Tehát itt jön egy érdekes tétel. Van egy kozmikus rend, a világot a teremtő teremtette, és a fiú nem felülbírálni akarja, hanem egy ilyen kozmikus egységen belül a megfelelő pillanat. És megint tovább tart a vajódás, megint kiküldik. Nézd már meg! Hát szakadozik a felhőzet, egy-két csillagot még mindig nem születhet meg. Majd megint visszamegy, megint kiküldi, ragyogó csillagos az égból, visszamegy, mit mond, megszülethet. És van olyan hagyomány, hogy párbeszéd keletkezik, és Péter kérdezi, hát miért nem születhetett meg akkor? Mert akkor az lett volna a sorsa. Világos? Ma a legtöbb szülést hogy intézik el? Gyorsít. Tehát nagyon alig van lehetőség arra, hogy időre érkezzen. És bizony ezt nagyon komolyan gondolták. Ez Jézus köré körített néphagyomány. És az, hogy ki hogy tiltakozik, elnézést, ezt kevésbé érdekel, nem azért jött, hogy eltörölje a kérdőt, hogy nem betöltse. Van egy ilyen hatalmas, hogy úgy mondjam, szabályrendszer, és a személyes életben már nagyon fontos az, hogy éppen fent, mikor én ide lejövök, milyen helyzet van. És azért már a planéta jelzi.
Tehát a bujdosó csillag, a bolygó. Tehát egy bizonyos állás. Most a magyarok csillaga így par excellence, 7 bolygó rendszeren belül, az mindig a Jupiter. A Jupiter a nyílasban van otthon, az a világos otthonléti hely, a nyílas pedig mű csillagkép, Tejút rendszer középpontja felé mutatja az utat. Tehát abba az irányba van a Tejút rendszerünk központja. Na így már kezd érthetővé lenni, hogyha történetesen a nyilas keleti váltópárja a ló, akkor mit jelent egy lovas temetkezés? Vagy a távolsónak a hagyomány? Következő idézet. A táltos, ők a világ jótevői. Istentől rendelt segítségei a szegény embereknek. A táltos csak jót szokott tenni az embereknek, a táltos a szegény ember segítője. Következő, 1854 Ipoly Jarmod. Táltosnak születni kell, kiképeztetés által senki táltossá nem lehet. Pont. Tehát van, amit lehet, van, amit nem lehet. Következő 12 per a, eddig 12 idézetet olvastam. Táltos a hatalmát, az erejét, a csillagokból kapja, ezek mindig a szabad ég alatt éltek, és hatalmukat, erejüket a csillagokból kapják. Na most itt jutunk oda-vissza, hogy kozmikus számontartási rendszerben a működési terep Tejút rendszeri nagyságrend. Minden csillag, ami Tejút rendszerünkhöz tartozik. És a nyilas megmutatja a közepét, ennek a keleti váltópárja a ló. Hát összeírtam a csillagképeket. Van egy olyan csillagkép, a vízöntő és a halak csillagképe fölött a Pegazus és az Ekuleusz. Az egyik a nagy táltos, a másik a kis táltos. Aztán van egy olyan csillagkép, aminek az a neve, hogy Kentaur. Tudjuk, hogy mi a Kentaur. Ez a lóval elegyelt ember, ez egy nem a nyilas csillagkép, hanem ez tényleg a Kentaur, és amennyire a nyilas csillagkép a Tejút rendszerünk központja felé mutatja az irányt, Kentaur, mint csillagkép a mindenség, az univerzum központja felé mutatja az irányt. Tehát amikor arról van szó, hogy szabad ég alatt élnek és a csillagokból kapják az erejüket, és van még egy rendkívül fontos cirkumpoláris csillagkép, már említettem, a szekér alakzat két hátsó csillagát meghosszabbítjuk, a sarcsillagot, ami körül az egész égbolt éjszakánként elfordul, találjuk meg a kis göncölszekér útja végén lévő sarcsillagot, na de göncölszekér, göncöltáltos szekere. És mit szállít a göncöltáltos szekere? Hősök lelkeit, villámlást és mennydörgést. Na mennydörgök szépen tovább, 1725 Debrecen Balázsi Erzsébet, és meglepő, hogy úgy mondjam, nincs kérdés, hogy a nő és a férfi miért. Innentől kezdve több táltos nővel fogunk találkozni, mint táltos férfival. De azért ne bízzák el magukat, de csak úgy érdekesekként mondom. Tehát Balázsi Erzsébet. Kitől? Most ilyenkor jó, hogy megvolt ez a bírósági tárgyalás. Szinte provokatív a kérdés. Így szól. Kitől tanulta az orvoslást, mikor és hol könnyen? Válasz. Orvoslást tanulta bátyjától, Balázsi Páltól, s maga is táltos. Erzsók lánya is úgy született is két foggal az inje között. Tehát a testvére is táltos, ő is táltos, és a kislánya is táltos. Tehát megint mi a helyzet Istvánnal? Hát ő is táltos valószínűleg. Tanított-e másokat rá, és mi módon? Becsapós a kérdés, ugye? Gondolom most már. Tanított-e rá másokat, és mi módon? Ő a táltosságra nem tanított senkit, mert azt az Isten anyja méhében úgy formálja. Előző idézetük vissza. Ha táltos, micsoda erejek és tisztek van a táltosoknak? Tehát mit csinál a táltos? Hát nem fogjuk eljönni, hogy mit csinál. Viaskodnak az égben a birodalomért. Na ez a lényeg. Világos? Itt kezdődik a táltos. Mert minden az égben dől el. És ott viaskodnak a fényhonért, az országért, a hazáért. Provokat, úgy elképzeli az ember ezt a tipikus ilyen 50-es évekbeli bírósági tárgyalást.
És azt mondja, gyalog ment oda, vagy másképp? Válasz. Az Isten vitte a maga szárnyai alatt, és szárnyakat ad, mint a madárnak. Na most itt közelítünk a tátos hivatás világa felé, és akkor megyünk szépen tovább. Tátos, megint egy gyűjtemény. Ők gerjesztik a villámlást és a mennydörgést. Fellegekkel megbirkózhat, szelet kedvére irányozhatja. Veszedelmeket elhárítanak. Ők a világ jótevői, mindenbe belelát, olyanokat beszél, ami még nincs is megtörténve. Én is tudok odáig jósolni, hogy tegnap mi történt. A probléma azt nem tudom, hogy holnap mi történt. Csak azért mondom, mert közkeletűek, népszerű rendelések, megint nem nevezem meg. Mi a lényeg belőlük? Visszafele azt mondok, amit akarok, mert egy megosztott társadalom már érzelemből közelítünk. Mi az, ami megtörtént előrefele? Az égvilágon semmi. Ugyanakkor annyi drámai világ történt a világban, tehát a föld kerekségén, hogy egy sem szerepel között.